Élénk sárga tábla hirdeti, hogy eladó ez az Őcsényi ház. A településen jó néhány ingatlant kínálnak jelenleg eladásra, az árak pedig vegyesek. Akad 54 ezer forintos négyzetméter áron hirdetett ház és 297 ezer forintos négyzetméter áru ingatlan is. Sióalgárdon mindössze két házat kínálnak eladásra jelenleg. Gerő Attila, a település polgármestere azt mondja, Szekszárd közelsége miatt kapkodják el a házakat. A településen folyamatosan emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt években. A polgármester szerint még több család költözik majd Sióalgárdra a falusicsok megjelenésével. Változó ugye a minőségtől függően. Én azt mondanám, inkább érzékeltetni, ami pár éve, egy 5-6 éve mondjuk 6 millió környékén volt piacképes, az most 10 fölött van. Ám ez a 100 ezer forint körüli négyzetméter ár még mindig jócskán elmarad az országos átlagtól, ami 129 ezer forintot jelent az 5 ezer fő alatti kistelepüléseknél. Mint ahogy Decsen is jóval olcsóbbak a házak, mint az országos átlag, itt még alacsonyabbak az ingatlanárak, mint Sióalgárdon, pedig mindkét település ugyanolyan távolságra fekszik a megyeszékhelytől. Egy felmérés szerint Tolna megye az ország legolcsóbb megyéi közé tartozik, ha a kis települések lakó ingatlan piacát nézzük. A megyében 76 ezer forintos átlagos négyzetméter áron kínálják a családi házakat. A falusicsok hatására megindulhat a felzárkózás a kiemelt megyék árszintjéhez. Ez azt jelenti, hogy az érintett Tolna megyei 5 ezer fő alatti kis településeken jelentősen drágulnak majd az ingatlanok.